A Fertőhasság Nemzeti Parkban vagyunk, Lászlómajorban. A Varázslatos Magyarország látogatott el hozzánk, egy kilátót és egy hidat festettünk le, illetve összeszedtük a szemetet a Hanzsági Főcsatorna partján. Ezúttal is szeretném megköszönni ezt a szorgalmas segítő csapatot, akit idehoztatok nekünk. A Fertőhasság Nemzeti Parknak a honlapján láttuk ezt a nagyszerű programot, hogy segíthetünk egyrészt a Nemzeti Parknak, másrészt pedig a fotózásban is egy picit talán jobbá tehetjük magunkat. Nem a gyerekeket hoztuk el, hanem a gyerekek hoztak el minket tulajdonképpen, mert a legtöbb program, amin részt veszünk, azon miattuk veszünk részt. Szerintem ők a jövő, és hát ha ők megszeretik ezt a Nemzeti Parkot, és magukénak érzik, akkor a Nemzeti Parknak is lesz jövője. Nekem azt tetszett legjobban, amikor kivettük a műmadarakat és átraktak egy új helyre, meg hogy bemehettünk a sárba. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a Fertőhasági Nemzeti Park, de elég sokat vagyunk itt, és hát nagyon jó volt, és hát nagyon tetszett. Nekem azt tetszett legjobban, hogy lefestettük a padot. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen már a gyerekkortól kezdve el kell kezdeni ezt a környezeti nevelést, olyan mentalitást kialakítani az emberekben, hogy a későbbiek folyamán is magukénak érezzék a természet tisztaságát, annak védelmét, és kezeljék úgy, mint a saját kertünket. Én szerintem a fizikai munka, mint olyan, az egy nagyon kielégítő dolog tud lenni. Az egy bónusz, hogyha az időjárás is kedvező, és süt a nap, és minden tökéletes. Szerintem még esőbe, hidegbe, szélbe is ez egy tök jó dolog, mert az ember előbb-utóbb fölmelegszik, és munka végére látja tulajdonképpen a kétkezi munkának a gyümölcsét. Az, hogy jó emberek között vagyunk, állatok között, növények között, és még valamit hozzá is tudunk egy icipicit tenni, szerintem ez mind csak plusz és nagyon pozitív.